Lilacsik, fehércsik, világsztára törőcsik, írta még előző könyvében Egresi Zoltán, aki új regényében, a Szarvas a ködben című regényben már nem a futball világába kalózolja el az olvasóit, hanem a női lélek titokzatos útvesztőibe. Sőt, eljön hozzánk és beszél itt az Újpest tv a könyveiről. Szerbusz, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást azon morfondíroztunk, csak az a baj, hogy te ugyanolyan rossz vagy évszámokban, mint én, hogy az első regényedet 2010-ben vagy 2011-ben írtad de 2011 volt valószínűleg a megoldás. Ez mondjuk azért érdekes, mert öt év alatt írtál négy regényt, és plusz egy novellás kötetet, tehát mondhatjuk, hogy, hogy eléggé, eléggé termékeny időszakodat éled. Hát most ez így alakult. Ráadásul a novellás kötet is eléggé regényszerű, mert összefüggnek a novellák benne. Egyébként pedig valahogy úgy szokott ez alakulni nekem, hogy ilyen, hát ez most a kis regény meg a nagy regény között van, mondjuk inkább kicsi, mint nagy, tehát nem olyan rettetesen hosszú, és a, ha már liracsik fehérséget említetted, szóval egy ilyen őszi tavaszi rendszerben szoktam dolgozni, hogy a futballbajnokságok zajlanak, tehát ezt például októbertől, tőle, szeptembertől decemberig írtam múlt év végén, tehát mondjuk az őszi idén. Folyamán. És előtte pedig a törőcsikről szóló könyvet, ezt ugyanígy össze. Igen, nyilván azért mondtam a törőcsiket, hogy fölkeltsük az újpesti nézők figyelmét, de különösen igaz az egyébként a pont a végére, hiszen az még kisebb még meg se száradt a tinta, amikor már jött a következő könyved. Most megmutatom, mert elmul, elmulasztottam, a Szarvas a, Ködben című. Tehát oké, okay, hogy, ez, hogy ilyen, ilyen, rendszerben írod ezeket, de ez azért azt is jelenti, hogy ez, hogy ez nagyon, sok, nagyon sok tehát amit készen van, lassan már el kell kezdeni kezdened gondolkodni a következőnél, vagy már jön az ötlet, ami, amit, amit kifejthetsz? Ez, ez azért nem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, én, én úgy dolgozom, hogy, hogy ez feltétlenül mindig így marad, és most nem tudom, következő szerű regénybe kezdek, tehát ez egyetlen így van. Ez Pedig erre egy, egy kicsit, ez egy kicsit véletlenül alakult így. Ráadásul a lilacsik fehércsik az nagyon sok éven keresztül lappangott, még aztán végre szárba szökött. Ez pedig egy viszonylag ezt követően egy ilyen egy ilyen gyorsabb, gyorsabb ötlet eredménye ez a könyv. És hát nagyon sok minden nem is fűzi össze őket azon kívül, hogy összerírottak és tavasszal jelentek meg. De furcsa ez egyébként, hogy megírja az író a művet, és amikor a kijön, addigra már lehet, hogy bőven túl van ezen. És mondjuk a lilacsik, még nem is volt régen, de talán már egy kicsit vissza tudsz rá tekinteni, vagy legalábbis az utóéletére. Egyáltalán a szerző ilyenkor tud-e bármit az utóéletére, vagy fontos -e ez egyáltalán? Nem feltétlenül arra gondolok, hogy, ne, hogy hány, darab fogyott, mondjuk ez, ez se elhanyagolható szempont, hanem visszajelzésekre. Persze többféle csatorna van, hát egyfelől vannak a kritikák, amik megjelennek, másrészt a, a, azok a vélemények, amelyekkel a szakmán belül találkozik az uh -huh. ember, és hát a harmadik, ami, ami talán a legfontosabb, hogy a, a közönség, az olvasók hogy reagálnak, és hát azzal mondjuk a legnehezebb találkozni, hiszen szemben egy színházi bemutatóval, amikor amikor én esetleg elmegyek, elmegyek a saját darabomat megnézni, és figyelem a közönséget, és látom, hogy hogy reagálnak. És végén tapsolnak. végén tapsolnak, és meggyan. mennyire. Bár az inkább az előadásnak szól mindig, nem a, nem a darabnak, mm. szóval ezt nem érdemes összekeverni. De mégis, tehát hogy hogy működik a, színpadi szöveg, az sokkal közvetlenebbül érzékelhető, vagy ellenőrizhető. Itt pedig akkor, ha kapok levelet, e-mailt, vagy odajönnek, vagy én íróvasó találkozom, vagy dedikálás alkalmából mondanak egy-két jó szót, akkor, vagy rossz, <laughs> akkor, akkor, szembesül az ember. Na, és hogy szem, hogyan szembesültél két, két Kétféle néző mi? van, de hát tud vagy olvasó van, de hát ezt tudtam is, hogy így lesz. Ez egyfelől a futball szeretők, azon belül az, az újpestiek, illetve a törőcsik rajongók, másfelől pedig azok, akik egyáltalán a foci felől közelítenek, hanem, hanem irodalmilag néztek, hiszen ez egy, ez egy ez egy regény tulajdonképpen, és nem Törőcsik életéről szól, hanem Törőcsik kapcsán egy tulajdonképpen a saját gyerekkoromról, meg a felnevésről. Újpesztrukerek, foci szeretők és a Rest of the World. <laughs> hát igen, és aki a marad még. E, és akkor ennek megfelelően e, olvassák. Tehát nyilván akinek a Törőcsik fontos belőle, meg a régi élményei idéződnek föl. Az, az arra fogékony, meg arra érzékeny, aki pedig mondjuk a, a, a felnövő kamasznak a, az érzésvilágára, vagy azzal tud azonosulni, annak pedig az a fontosabb. De hát ez így is volt tervezve, hogy úgy mondjam, és ezt tudtam is, hogy így lesz. Szerinted ennél a regénynél is van ilyesmi? Mert ennek a regénynek az elbeszélője egy nő, méghozzá egy Mátyás Anna nevű 34 éves anyakönyvvezető nő, szóval ennél a regénynél is van, úgyhogy, ahogy az előbb mondtad, hogy a foci szurkolók máshogy nézik, meg aki nem az, itt pedig máshogy olvassa egy nő szerinted, vagy mást mond egy nőnek, mint a többi olvasónak, akik ez esetben a férfiak? Hát igen, ez egy 30 nő, aki a démonaival küzd és útkeresésben van, és a mindenféle um, próbál szembenézni a múltjával, és nem találja a helyét, és keresi hmm. az igazit. Tehát, hogyha ezzel valaki azonosulni tud, már pedig gondolom, hogy sokan tudnak ezzel azonosulni, akkor nyilván ők más, hogy olvassák, vagy jobban megérinti őket. Meg általában, ugye hát ez egy, női, ez egy hatalmas nagy monológ, egy női monológ, ami egy nagyon furcsa írói feladat volt, mert ebbe mondjuk egy természetesen egy kitalált figura személyiségében, de aki mégis egy nő, tehát, tehát, sokkal érzékenyebben, vagy más, másképp reagál, ahogy én legalábbis elképzelem íróként, meg hát azért nagyon sok, nagyon sok nő ismerősömből gyúrtam össze ezt a figurát, és természetesen egy egybe senki nem hasonlít, de hát ez szabály, tehát ez természetes. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy íróként ez egy érdekes kihívás volt, hogy egy női, női hangon szólják meg, de egyébként nem, tehát az eredeti kérdésedre visszatérve, tehát nyilván nem csak nőknek szól, tehát nagyon sok férfi olvasó olvasta már, és nem zavarja őket meg uh -huh. azt. Tehát, tehát ez ugyanolyan dolog íróilag olyan volt, mint amikor színdarab esetében női figurákat írok, meg férfi figurákat. Tehát nagyjából íróként szinte mindegy, bele kell helyezkedni. És itt most az volt a tehát egy, annyiban mondjuk, nyilván távolabb áll tőlem egy 30-as női figura, hogy én nem egy 30-as nő vagyok, hanem egy 40-es férfi, tehát... De amúgy a stimmel. Amúgy Jó, igen, de pont ez, a, ez az érdekes kérdés szerintem ebben, hogy fontos-e, hogy nő, már abban a szempontból, hogy ilyenkor szerinted, vagy ez feltételezi azt, feltételezi-e azt, hogy az író, a női lélek, nem tudom, avatott ismerője vagy szakértője? Egyáltalán van-e ilyen férfi, aki a női lélek avatott Hát ismeri remélem, meg voltak már, voltak már olvasók, akik történetesen nők, és akkor nagyon szépeket mondtak, hogy én ezt honnan tudom. Ettől függetlenül nem, nem gondolom, hogy abban a szerepbe kéne nekem tetszeleg, nem, hogy én Ugye? vagyok a női lélek hatalmas nagy avatot. Igen. És általában mi az, hogy női lélek? Tehát, Ez ő, az ezek érezem, hogy külön-külön külön csodálatos. Igen. Tehát tényleg az, hogy általában egy nő milyen, meg általában egy férfi, az elég nagy butaság lenne, és sematikusan hozzáállni ehhez. Ez egy darab nő, akit én kitaláltam, és az ő, ő érzésvilága. Igen, de akkor vagyis az fontosabb, hogy ez egy ember, aki, aki magányos, akinek megvannak a különböző különböző problémái, gondolatai, ö, foglalkozása, ez esetben az sem elhanyogató, ö, állapota és a helyzet, amiben kerül. Igen, és ez, a, ez az útkeresés, ez a magányosság, meg ami az idő, az életkorral összefügg, tehát hogy egy 30-es nő, az ugye nem, egyáltalán nem idős, de hmm. mégis, re, mégis akkor kezdi érezni nagyon sok mindenki, aki még egyedül van, vagy akinek úgy alakult az élete, hogy még nem ért révbe, hogy akkor, tehát az első pánik, én azt tapasztalom, hogy ez akkor, akkor következik be és akkor, euh, akkor esetleg olyan szélsőséges dolgokat csinál, amilyen szélsőséges dolgokat csinál az én főhősöm, vagy nem csinál szélsőséges dolgokat, de gondolom felmerül benne, vagy eszébe jut. De akkor végül csak választ kaptam erre a kérdésre, mert ebből a szempontból valóban fontos, hogy nő. Persze, fontos. A, legalábbis az én tapasztalataim is ezek, vagy talán ezt látjuk inkább, hogy egy 30-as férfi nem biztos, hogy, hogy pánikba esik attól, hogy ő már 30-as férfi és magányos, és valóban az én tapasztalatom is az, hogy a nők sokkal inkább. Igen, bár nyilván nem, nyilván, nem minden... Mindenki, hát persze, persze, szögezzük ez le. Meg megint, megint egy ez, 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 ez általános dolog lenne ezt kijelenteni. De ez az én figurám, hát ő mindenféle démonokkal küzd, és, és hát mint mindig, hogyha egy főszerep, vagy egyetlen szereplő van, szereplőt kitalálok bármilyen művemhez, akkor a személyiségét találom ki először. Aha. Tehát nem a történet van, meg ezt azt hiszem múltkor is elmondtam, amikor beszélgettünk. Nem baj, nem. <laughs> Hogy a, a, a figurát, a személyiséget, a nyelvét, a hangját próbálom kitalálni, és akkor ha én már ismerem őt nagyon, akkor bizonyos szituációkba behelyezem, akkor úgy fog, annak megfelelően fog viselkedni. De várj csak, ha már ilyen kulisszában beszélgetünk, hogy, vagy a kulisszáról, vagy titkokról, hogy ha megpróbálod kitalálni a személyiségét, azért egy, egy nem létező embernek úgy lehet kitalálni a személyiségét, nem, hogyha valamiféle történetben, vagy valamiféle helyzetben van. Nem feltétlenül. Valamiféle élethelyzetben van, de igen, élethelyzetben természetesen, de a regény történetét azt, azt már akkor, azon akkor kezdek gondolkodni, amikor megvan a fősem. Uh -huh. Tehát az, hogy egy anyakönyvezető és nem tudom, házas, boldog embereket ad össze, és tulajdonképpen elindítja őket a házasság útján, meg a közös boldogság útján, most bármennyire is patetikusan hangzik, de mégis ez a foglalkozása, ez a mestersége ez ugye éles ellentétben áll az ő jelenlegi állapotával és helyzetével, tehát már egy azon egy konfliktussal kezdődik a könyv, hiszen egy esküvőre csöppenünk. Mm. Az, az ő elmondása, tehát ő meséli ezt a történetet. Az, hogy ő anyakönyvezető, annak azért, ha akarjuk, ha nem, van egyfajta ilyen transzcendes, vagy nem is, inkább ilyen mitológiai ereje, hogy, hogy egy ember egyfelől kettőssége, hogy csak egy hivatalnok, másfelől pedig azért ő dönt, legalábbis itt földi környezetben, vagy ő asszisztál a születéshez, a halálhoz, Igen, és hát, hát erő, a szellemhez erő, kövül Erről, erről, erről hosszasan monologizál és meg értekezik. Rá. És benne az anya, a könyv és a vezető, én egy buszvezető akartam menni, anyukámat nagyon szerettem, és könyveket írok, de hát most csak viccelek, persze. Ha azt mondtad, hogy, a, hogy először a figurát, vagy a, vagy a hangját találod ki, akkor már az eldöltő hogy Mátyás Anna anyakönyvvezető lesz? Ezt Lehetett volna más el, Mátyás el, Anna? Először, először, egy postás kisasszonyra gondoltam egyébként, ő lett volna a főhősem. Aki Szintén ő, mitológiai. De... igen, csak valahogy úgy éreztem, hogy, hogy igen, mert ő pedig a... Ő pedig a Üzenethordozó értelemben. Összekötő bár, igen, az emberek között, igen. igen. De ezt egy picit olyan aviknak éreztem, ezt az ötlet, ezt a postás kis nem tudom, olyan múlt századfordulós dolog lett volna, ezt, mm. ezt azért elvetettem. Igaz, az anyakönyvezető sem feltétlenül modern, de nem, nem az jut az ember eszébe, hiszen az ugye nagyon rég van már. De valahogy ez, ez úgy, úgy modellszerűbbnek tűnt, vagy jobbnak tűnt nézve itt Kalambó hadnagyot a pólódon, yeah, az yeah. már ott voltam a mutató beszélgetésen, is, már, már akkor ez egy kicsit gond volt, hogy mennyire lehet elmesélni a, elmesélni a könyv történetét. És azért mondom Kalambót, mert ugye nál az elején kiderül a gyilkos, nem az a lényeg, nem egy titok lappangot, hanem az, hogy Kalambó hogy deríti föl, mert kétségünk ne legyen a felől, hogy mindig földeríti, vagy, vagy kideríti, hogy ki a gyilkos. Ez esetben viszont van egy csavar a könyvben, ami, ami, jelentősen hozzájárul a könyv lényegéhez, de amiről nem nagyon lehet beszélni, ugye, ahogy mostában mondják, hogy ne, ne nagyon spoilerezzünk. Kicsit olyan érzésem van, mint hogyha Agatha christie beszélgetnék valami poáró, nyilván némi túlzással, valami uh, poárókönyvről, könyvről, amit ugye szintén fontos, hogy ki a gyilkos, most anélkül, anélkül hogy beszélgessünk róla. Uh, hát ezek, ha... ez, ez, a dolog uh, egy kicsit krimiszerűvé teszi ezt, erre is kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed, uh, amit eddig legalábbis regényben nem nagyon írtál. Hát van egy krémiszáv, egy szár, bár az a 100 ezer eperfa című regényemben is van szerintem, meg egy picit olyan nagyon finom kis ezoterikus vonal is van mind a kettőben, de erre reflektálnak is és próbálják zárva a maga saját főzéseim. Egyébként pedig a a spoilerezésről annyit, hogy hát most ha feltételezzük, hogy a, ezt az adást, aki nézi, azok hatalmas tömegében fogják majd Ebben elolvasni. Ebben biztos lehet. Akkor főleg az újpesti nők, ugye az újpesti férfiak után, a után akkor, akkor tényleg hülyeség lenne erről beszélgetni, de hát nyilván van egy, van egy bizonyos idő, ami ha eltelik egy könyv megjelenés után, akkor viszont már mégiscsak lehet róla. Talán ez az idő még nem telt el, de a lényeg, hogy van egy, ugye ez egy főhős, akinek a monológia, de van neki egy barátnője, bizonyos, egy bizonyos Jócsai Eszter nevű lány, vagy hölgy, aki minden hetedik fejezet az övé, és akkor ő egy picit más oldalról mutatja meg az előző hat fejezetet, tehát hogy hogy is volt az, de hogy tulajdonképpen ki ez a barátnő, és hogy ez milyen pontosan milyen viszonyban vannak, és hogy mi, mi itt ez a csavar, arról tényleg jól jó, nem beszélünk, de minden esetre tulajdonképpen végül is két szereplős, két elbeszélős történet. Mm. És akkor az elbeszélésekből az, az egyik fél elbeszélésébe derül ki, vagy rakódik össze a történetnek az a része, amit a másik nem mond el. Mm. Hát ez volt egy olyan szervezőelve a könyvnek, vagy egy olyan 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 alapötlet, ami. Tehát ezt már tudtad ezért... Hát ezt tudtam, persze. Hát azért ez, ez igen, azért azt, azt azért az ember szokta tudni, hogy a nagy csomópontokat, meg hogy azért mi felé megy, körülbelül uh -huh. mi lesz a vége. Jó, el tudom képzelni, hogy írod, írod, és akkor azt gondolod, hogy hogy ez nem olyan rossz, de kéne még bele valami. És uh, egyébként úgy is működne, és akkor nyilván úgy épített kicsit visszafelé. Tehát ez is működne. Ez egy picit de? azért tudatosabb ez a részben. Aha. Aha. Most joggal kérdezhetik meg mondjuk a, a nézőink, hogy jó, de mitől szarvas? Hogy hogy jön ide a szarvas? Az anyakönyv vezetőhöz, a monológhoz. Igen, ja, jobb lenne az hogy az anyakönyv Igen, ugye? az anyakönyv vezető mert ez érthető. Hát ez azért kiderül a könyvből, hogy miért szarvas és miért tehát most ez nagyon hosszú lenne ezt elmesélni, el kéne a történetét. A, tört. ő, ő, érzi magát egy szarvasnak a ködben, tehát a, a, az éjszakai a, nagy, 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 elveszésben, ahogy, ahogy fújtat, reszket, fázik és megy. Mert van egy, van egy ére, 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 amikor... na, hát igen, tehát van egy esküvő, utána elmegy egy buliba a, a násznéppel, és akkor, akkor utána ott egy nagyon érdekes életveszélyes helyzetbe kerül. És onnan megszökik, és egy erdőbe kerül éjszaka. Ami rettetes éjszaka egy erdő sötétben. Tehát nem tudom, próbáltad-e már? Hát így egy, egyedül, úgy, mint Mátyás e, Anna, biztos, e, hogy nem, az, nem az is Ez elég borzasztó. Ez a... Na, és akkor ott, ott történik valami, amire utal a cím, de persze egy kicsit szimbolikus is, hiszen magára is vonatkoztatja. Egyébként pedig van egy nagyon-nagyon konkrét oka, tehát ez a szarvas ködben, ez ez megtörtént velem. Történetesen egy esküven jártam tavaly nyáron, és onnan meccsekből autóval éjszaka közepén így mentünk le, kanyargós úton, és, és elég gyorsan, és egy, egészen félelmetes volt, hogy egy óriási nagy szarvas mellett elmentünk egyszer a ködben, Aki, amely, amely, szarvas a kettőt lépett volna, akkor nagy baj történt. De... de, akkor már ez íródott? Akkor még nem íródott ez, de amikor címet kerestem, meg amikor aztán történt és elfelé mentek, azért bevillant ez a kép. És az, az egyszerre volt nagyon felemelő, csodálatos és félelmetes és életveszélyes. Azt gondoltam, hogy egy ilyen felemelő, csodálatos és életveszélyes könyvet kéne írni. Ezt senki nem fogja elhinni <laughs> szerintem ezt a sztori. Pedig ez így? értem, vagyis én tudom is, hogy így van, de, de tényleg ez már, ez már, ez már elég ilyen furcsán, furcsán szimbolikus, meg egy picit ezoterikus is, amit már te említettél kérdés nélkül is az ezoteriáját ennek az egésznek. És azért ez, azért te ezt a témát megcsípkeded -meg, meg, meg, meg az írásaidban nagyon sokszor, még ha iróniával is, vagy sokszor elég erős iróniával, de azért, nagyon, az elég sokat foglalkozom vele. És én nekem eszembe jutott, hogy, hogy mennyire billegez benned ennek a ennek a, a kinevetése, vagy ennek a komolyan vétele? Hát ez olyan, mint a, a, nem tudom, tehát ez a napi lapok, vagy heti lapok szintjén a horoszkóp, az nyilván marhasság, a hülyeség. Igen, de, de ugyanakkor vicces. De ugyanakkor az, hogy mindenféle számunkra nem teljesen átlátható összefüggések és érdekes törvényszerűségek vannak a világban, amelyeket nem ismerünk nagyon, de néha bizonyos megdöbbentő jelekkel azért találkozunk, és arra nagyon nehéz azt mondani, hogy hát ez is véletlen, meg ez is véletlen, meg ennek nincs jelentősége furcsa találkozások, furcsa nem találkozások. Például az a szarvas ott az éjszaka a ködben. De, ugye, adta az ötletet, hogy ez a könyv. De nem szóval azért, ennél azért konkrétabbak is, vagy, vagy az, az életére az embernek jobban vonatkoztathatók. Ezt azért nem lehet kikerülni, vagy nem lehet azt hmm. mondani, hogy semmi nincs, és csak az van, amit látunk. Tehát ez a része foglalkoztat, de, de hogy mondjam, a, a bulváros része már kevésbé. Tehát hmm. amikor, aki, amikor, valaki mindenben jeleket lát, és állna, tehát úgy alakítani az életét, hogy különböző bolygóállások szerint, meg azt vizsgálja, az bár a őrületbe hajlik szerintem, tehát azt, azt inkább kinevetem, de jól mondod, egy kicsit úgy billeg bennem, meg a szereplőimben azt is fejtegeti itt Mátyás Anna, hogy azért ennek a szarvasnak is van egyfajta ilyen jellegű jelentése. Például a Maja horoszkóban van egy, van egy, ilyen, hogy szarvas, és akkor, akkor ez szépen végig is veszi, hogy, hogy mi a Maja szarvasnak a, a, jellemzője. És szokásodhoz szíven azért ez jellemző a te írás, írásaidra, vagy a te írásmódszeredre, hogy ugyan fikcióról beszélünk, de az ilyen jellegű kicsi részleteknek nagyon, nagyon erősen utána mész. Gondolom, akkor ezzel is foglalkoztál egy kicsit. Hát igen, tehát akkor Persze a, a világháló segítség. segítségével igen, tehát ma olyan tehát így kell beírni. <laughs> és viszonylag <laughs> és, és akkor ami az érdekes, hogy csupa olyan dolog jött ki, amit kiválóan alkalmazható uh -huh. az én főhősömre, de hát ezt ő el is mondja, és ő se csinál úgy, mintha ezt úgy a leve tudná, hanem uhum. hát ezt tehát elárulja, hogy ennek utána nézető is. De ez tök jó lehet, nem ez ilyen kicsit ilyen euréka állapot, hogy úristen az mennyire passzol? Nem, hogy ott találsz valamit a sztorithoz. Ami Igen, vagy ha nem passzol, passzol, akkor kicsit átalakítom a sztorit visszaállőleg, és, és akkor már is passzol. De ez meg egy jó játék. Tehát egyébként is úgy írok állandóan, hogy hogy ö, én egyrészt sok mindent elfelejtek, másrészt egyébként is egészségesemnek tartom azt, hogy nagyon sokszor előről, vagy majdnem előről átolvasom, amíg mielőtt folytatom. Aha. Tehát ez mondjuk főleg akkor nehéz, amikor már a vége fele járok, de hát a, a, a legvége környékén pedig egészen sokszor visszalapozok, mm. és amikor végére érek, akkor, végérek, akkor, akkor aztán megint előről. Tehát azért mire én kiadom a kezemből, addigra már akkor éppen tövéről egyre nagyon szépen ismerem. Nem állítom, hogy ez hónapok múlva is így van, de, de akkor vagyok nyugodt, hogyha nem maradnak se elvaratlan szálak, se levegőbe lógó dolgok. Mi is többször beszélgettünk már a te hőseidről, vagy a viszonyodhoz, vagy a viszonyodról a hőseiddel, meg szoktak is téged egyébként erről, erről faggatni, úgyhogy engem inkább az érdekel, hogy más, már kicsit más tészta volt ez a lilacsikban, ami személyesebb hangú, egyes szám személyű. Ez is az, csak itt tudjuk, hogy Mátyás Anna beszél. De megszeretted ezt a Mátyás Anna nevű anyakönyvvezetőt? Persze, nagyon megszerettem, és az az érdekes, képzelt, hogy van egy, van egy barátom, aki aki olvassa most ezt a könyvet, 80-valahány éves már, és, és odajött hozzám, hogy körülbelül a kétharmadánál tart, és oda jött, és lát, tudtam, hogy erről fog valamit mondani, mert láttam a kezében, mert meg és az volt az első mondat, hogy én úgy szeretem ezt az Annát, és Annának nevezé, tehát te Mátyás Annát, mondtam, Annának nevezé. És, és, most éppen, hát én már tudom, hogy mi fog történni, a hátra, egy egyharmad még nem, de nagyon-nagyon szereti, és ez például jó érzés, és persze én is. Hát a... de lehetséges az, hogy nem? Tehát, hogy te nem szereted a saját Hősödet? Hát ez esetben a most azt, hogy vál... szeretem, nem szeretem, tehát a, a, a muszáj megértenem minden hősömnek. De muszáj reálisan rossz... is látni, nem Igen, hiszen igen, tehát a, hibátlan a, a, a rajongani az... nem érdemes szerintem igen. a, a, a hősöknek. Pont, pont erre gondolok, igen. Persze, hiszen akkor ö, nem engedem, hogy bármi rossz történjen velük. <laughs> nem, de szeretni vagy érteni, vagy megérteni őket, meg muszáj. De a úgynevezett negatív szereplőkre is érvényes ez. Tehát azt is az is megszeretetet, akkor nem a szeretet hát, a, a, a jó Nem biztos, hogy szeretet a jó szó, de hogy tessen el kell fogadnom, mert akkor tudok hmm. bel, akkor tudok az ő fejükkel gondolkodni. És ez akkor is így van, ha ők nem valóságos személyek. Mert miközben írom, a közben azok, tehát hmm. én akkor egy másik univerzumban van az ember. Az előző te aprólékos munkafázisod gondolatmenetet tovább folytatva, akkor felteszem te ennek, a, ennek az anyakönyv vezető dolognak, vagy ennek a foglalkozásnak is utána néztél. Persze, persze, meg is ismerkedtem egy anyakönyvvezetővel, sőt, ott is voltam egy esküvőn, figyeltem, hogy hogy viselkedik és mit mond. Nyilván nem őt írtam meg de maga ez a, tehát én nem is, tehát bár nekem volt esküvőm, de valahogy ez egyrészt nagyon rég volt, másrészt meg nem, nem arra figyeltem, akkor az anyakönyvvezető, hogy viselkedik. Meg nem tudtad, hogy ezt a könyvet meg Igen, akkor még nem. <laughs> és e, e, hát nagyon-nagyon érdekes tapasztalatok voltak. Ráadásul ő mesélt is aztán az életéről, mesélt a sztorikat, és akkor e, ilyenkor inkább arra kell figyelni, hogy ne lopkodj el az ember, amiket mesél, mert az az ő története, nem Aha. a ő semmi. De hát úgy ellopkodhatja, hogy hát, átírja. Ugyan, például mondott egy olyat, hogy, hogy azt bele is írtam, ez, úgy gondoltam, ez megtörténhet az én jövősömmel hogy volt egy pár, akiket háromszor adott össze. És akkor a szövegét, amit már harmadszor mondott el nekik, azt megpróbáltam nagyon súlykolni, hogy most <laughs> <laughs> mert nem, nem volt, nincs már kedven egy egyszer is. Mm. Ugyanehhez, tehát ez például jó, hogy háromszor adott össze. Valakit is még kis lelkiismert fordulással is volt, hogy első két alkalmatán nem jól. Nem jól szerepelt. Jó, de egy ilyen sztorit például lehetetlen nem leírni. Hát vagy igen, nem én is beleírni. úgy gondolom. Hát mondjuk egy másfél mondatnyi Akkor is. benne van, de benne van. De amúgy azért az írók nagy része azért sokszor dolgozik úgy, hogy átszűri magán a megélt valóságot és beleszűri a könyveiben, igen, hát hiszen nem, nem impulzusok, mondatok érik. Hát de nem is nem, is, nem, is, nem is életszerű, hogy ez ne így legyen. Hát persze. Hát, hát. Biztos van olyan, aki nem. De... de, akkor meg a görcsösen arra figyelsz, hogy jaj, csak meg nem már egy hallottam mondatot, a vonaton. persze. Nem, de nagyon sok ötletet adhat például egy elkapott mondat, egy elkapott ha. szó, egy, egy pillantás, hogy tehát figyel az író, mint egy színész állandóan, és hát ebből persze tud építkezni. Hogyha a, már említettük ezt a borzongatós krimiszállat, én olvasgattam a neten hát nem is kritikákat, de inkább ilyen, ilyen netes kommenteket, és ott a pozitív, legtöbb pozitívum az az pont ez a, ez a borzongás volt, amit te is meséltél, hogy a sötét erdőben nem annyira jó létezni, meg az egész szituáció, hogy félelmetes, hogy borzongató, hogy, hogy kicsit ilyen, ilyen tényleg egy thriller vagy, vagy, egy, vagy egy krimi, de ezt akkor már egyre inkább tudatosan dolgoztál ezen, hogy hát ez ahogy, egy, egy félelmetes helyzet legyen? Hát nem, ahogy ahogy ment előre a történet, ahogy vele teltek múltak az órák, és történtek azok, amik történtek, és került mindenféle helyzetekben, nyilván ahogy picit a, az egésznek a leírási, tehát a, a stílusa is ehhez megfelelően ehhez idomult, hogy változott az ő lelki állapotához. Tehát változik, hogy beszél akkor, amikor már fél, vagy hát Tehát a szituáció... Hát nyilván más, más Csak úgy, más szükség szükség gondolkodik, máshogy más, hogy jár az agya akkor, uh -huh. hogyha ha már minden falevérezdülésben azt érzi, hogy valaki akar tőle valamit, akkor más szavak jönnek az ajkára, és más gondolatok a fejébe. Hát persze, hát ezt, ezt csak követnem kellett. Mert ha én ott beleélem magam, és kicsit én vagyok ott az a, uh -huh. az a az erdőben, akkor, akkor nekem muszáj úgy gondolkodni ez is mindig kicsit így, így ö, neked dörgölik, hogy a te drámaíró mi voltodat, hogy te valószínűleg azért írsz monológikus regényeket, illetve hát ez a második, ami, sőt a harmadik, ami ilyen, ami regény. Más is fogalmazhatnék, egy olyan regényed volt, ami nem ilyen, mert, mert te drámaíró vagy. Közben ez a ez a monológforma azért jelentősen megköti az író kezét, nem? Vagy tév. rosszul? De, tudod? hát a, ugye a színdarabokban dialógusokon keresztül tudod bemutatni a világot, Ott nincs leírás. Most, ha prózát ír az ember, akkor erre kiváló lehetőség van, írtam is olyan prózát, nagyon sok novellát, ahol tényleg leírásokat lehet alkalmazni, és akkor ez egy nagyon jó, új, új dolog volt nekem. Ja. Hogy, hát ez, mert én nagyon sokáig csak színdarabokat írtam, én később kezdtem el prózát írni. De ez mindig az anyagtól függ, tehát hogy most én nem, nem azért érek, tértem vissza most a monológ formára, mert most ezt borzasztóan meguntam, hogy egy, egy, fát le kéne írni, vagy egy bokrot, vagy egy utat, vagy egy lelkiállapotot. Hát így is megtehetem. Hanem sokkal személyesebb, tehát ebben a történetben igen, megtehetem valakinek nekem a szemén, vagy aha. valakin keresztül. És ez itt nagyon fontos volt, hogy személyes legyen. Igen, de mégis hoz az azért bizonyos határokat, vagy szab, szab bizonyos határokat. Igen, persze. Igen, De hát én szeretem. Hát én szabok is magamnak határokat, például az, hogy ugyanakkorák a fejezetek. Szinte de ezt, de ezt minden könyve. Igen, ez, a... ez nekem valamiért fontos, és... Ö, ö, egy ilyen, egy ilyen, jó ritmust vagy szabályszerűséget ad neki, mint azt is eldöntött. Ez olyan, hogy... mint, egy, mint a, lenne egy, egy főnököd, aki azt mondja, hogy akkor most ez, tehát hogy, hogy szüksége van az embernek, még az alkotó embernek is arra, hogy legyenek valami bizonyos szabályai, kötöttségei, és hogy legyen egy medere, ahol ez, a, ez, a, ez a folyó folyik. Hát raj, de abban az esetben, vagyok. hogyha a főnök én vagyok, és a magam főnök, akkor felszfetetlen jó, persze. De egyébként Aha. nem, 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 nem mindenki így dolgozik, hát van, aki mert velem is előfordul. Jó, de neked mert... konkrétan ez jó, vagy ez segít? Hát most ez esetben jó volt és segített. De hogy tudtad, hogy a... ez 30 fejezet lesz? Azt tudtam, hogy 30 fejezet lesz, és a, a, a törőcsiknél is tudtam, hogy, hogy 24, aztán 25 lett, mert ilyen vége bejött egy. Na hát például ez, tehát hogy ez, ha meg úgy alakul, akkor eltérek tőle. 24 éves korában volt a legjobb a törőcsik, szerintem ezért hmm. 24 fejezetet akartam, meg az egyébként is egy teljes, teljeség, de lett egy plusz fejezet, ami az utolsó előtti. És akkor ennél miért 30? Lehetett volna a 34 is, mint a hány éves Lehetett volna, ez egy döntés volt, hogy 30, de egyébként, mit tudom én, mikor a 18. körül jártam, akkor, akkor, akkor fölvetődött, hogy, hogy, lehet, hogy nincs benne annyi, akkor mondjuk 28 lett volna, vagy 27, hmm. tehát, de az is, az is fölmerült a vége felé, hogy lehet, hogy még tovább. Tehát, tehát, ha kell, ha az anyag megkívánja, akkor persze én ettől eltérek, de hát történetesen úgy sikerült alakítani, hogy az eredeti terveimnek megfelelő lett a terveim. Ezt még nem mondtuk el, hogy bizonyos szempontból ez a regény egy úgynevezett, ezt meg fogod mert nem is így van teljesen, de egy úgynevezett második rész, vagy egy aféle folytatás, hiszen ez a szereplő Mátyás Anna, még ha nem is így, de már megjelent pont az első az első regényedben, és egy kicsit ez a szereplő él tovább, vagy nem is kicsit, hanem nagyon ez a szereplő él tovább ebben a, ebben a könyvben, bár ez előzetes tudást nem változtat. Igen, el az ez a lényeg, valóság. tehát én ezt nem. Igen, a szaggatott volna című regényem, az egy motoros futárról szól, és ő nagyon sokat beszél a volt szerelméről. Névvel nem jelenik meg nem volt tudjuk, szerelme, Mátyáson, Nem, nem tudjuk, hogy Mátyás Annáról. Nem tudjuk, Mátyás Annáról van szó, de ebből a könyvből viszont kiderül, hogy, hogy ennek a Mátyás Annának volt egy motoros futár szerelme, és akkor van néhány, nem is kevés dolog, ami, ami visszautal arra a regényre, de az tényleg nagyon fontos, amit most mondtál a kérdésed végén, hogy, hogy, azért most attól ne ijedjen meg senki. Nem, hát ezért Úr tettem most nem olvassuk a szarvas a ködvet, mert nem ismerjük a szaggatott vonalat, tehát ezért ezt úgy írtam meg, hogy egyáltalán nem kell ismerni a szagadott vonalat. Legfeljebb, hogyha valaki ismeri, ennek egy plusz érdekesség. hát ez az, ezért el kell olvasni azért a szaggatott vonalat, mert akkor még inkább. Nyilván nem a megértéshez, hanem hogy valóban egy plusz dimenziót, Igen. dimenziót nyit az Ezt egyébként itt is beszéltél már erről szerintem a, pont a, lila, a lila interjúban, hogy neked az, az fontos, hogy, hogy, vagy van neked sokszor, amikor egy szereplőd, bármilyen mellék, mellék figura is volt esetleg egy előző művedben, egyszer csak valamiért tovább él, vagy valamiért elkezd foglalkoztatni. Ez pont ilyen? Ez az eset? Igen, ezt már amikor a szagadhat, hogy ez öt évvel ezelőtt jelent meg az a regény, és nem állítom, hogy öt éve készültem arra, hogy megírjam Mátyásen a regényét, de valahogy ott motoszkált benne, hogy, hogy, ott nagyon kevés dolog derült ki erről a lányról, aki egy ilyen kicsit-kicsit furcsa lebegő figura volt abban a legényben. De kellően érdekes szerintem, mert engem, engem kellően érdekelt ahhoz, hogy hogy pár évvel később én neki, neki essek, és akkor kitaláljam az ő történetét. Szaggatott van arról, például elmondtad, hogy ez egy novellának, novellának kezdted el, aztán tovább írta magát, ezt már eleveregénynek kezdtem? Igen, ezt eleveregének kezdtem. A szaggatott van, amikor írtam, akkor uh, még addig nem írtam csak novellákat írtam uh -huh. korábban, és az is annak indult, csak nem akart véget érni és már, már, egy már egyszer annyi, annyira hosszú volt, hogy, és akkor még, még, csak ágazott, bogazott el, és egyszerűen íróként már nagyon érdekelt mindenféle szál, amit így elindítottam, vagy elindított magától vagy a könyv, hogy az a regény így született, de ez, ez már, ez már a regénynek késő. Kicsit, mint a tudatosodna a te kicsit, pró, prózaíró, prózaírói mi voltod, nem? Hát most így van, de most például a prózaírás kicsit háttérbe Kerül. Bár éppen tegnap fejeztem be egy novellát, de mindegy, de most egy színdarabot fogok írni például, és az, az, az megint egy, egy másfajta felkészülést igényel, meg egy másfajta írásmódot is tulajdonképpen. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy majd mikor esetleg megint prózát írok, akkor, vagy hosszabb prózát írok, akkor most mennyire lesz tudatos? Hát valamennyire mindig tudatos, de, de azért engedni kell. A élni. <laughs> egy picit maguktól. Tehát akkor arra is választottál, választ hogy megkérdeztem volna, hogy mind dolgozom mostanság, Tehát akkor most nincs feltétlenül egy regény a fejedben, de valami úgyis motoszkál, hát ha valami mellékszám mellék motoszkál, és akkor majd ez megíródik, akkor kicsit visszatérsz a színdarabokhoz, bár ez is hülyeség, hogy visszatérsz, hiszen nem kell, egy ezeket elválasztani Nem, persze. Egymástól. Az... te. Nem, hát nincsenek ilyen, ilyen, ilyen görcsök, tehát szerencsére azt írok, is akkor, amikor akarok és amit akarok. És reméljük, hogy fölkeltettük az érdeklődésüket a nézőknek a legújabb könyvet kapcsán. Június 12-én vasárnap 16 órától a Vörösmati téren a könyvhéten az Európa kiadó standjánál Dedikálsz, úgyhogy gondolom. Igen, és még azt is el szeretném mondani, hogy természetesen kapható is a márti téren nem csak a szarvasok, hanem a lilacsik, fehércsik még is. Mi kapható a lilacsik? És hogyha valaki oda és a fülembe hogy hajrá újpest és hozzá egy könyvet dedikálni, akkor ajándékot fog kapni. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is.